Mogyoródi Szentlászló héten egy ősbemutatónak lehettünk tanúi, és hát itt van velünk ma este Puskás Dániel, írója, rendezője ennek a darabnak, amit Mogyoródon láthattunk először, és amire a műfaját akarjuk meghatározni, akkor ti azt mondtátok, hogy történelmi koncert színház. Szervusz, Dani, jó estét kívánok! Szervusz! Mit jelent az, hogy történelmi koncert színház? Igazából nem tudtuk meghatározni a műfaját a darabnak, mivel nem musical, mert annál egy komolyabb hangvételű zeneműről van szó, viszont nem is koncert, mert dramatizált jeleneteket tartalmaz, és így született meg a fejünkből, hogy legyen akkor koncertszínház a neve. A történelmi magáért beszél, ugye Szent Lászlóról és koráról van szó, úgyhogy történelmi koncertszínház, így lett ez az elnevezés. Jó, visszatérünk aztán a történetre is, de egy kicsit talán a Puskás Dániel történetére térjünk vissza. Van egy otthon teátrum, amit édesapáddal közösen műveltek, jól tudom, valami családi kapcsolat mindenképpen, ő az ügyvezető talán. Most igen. Most igen, és te vagy a fő rendezője ennek a színháznak. Hát igazából vezetőt szoktunk mondani, nagyon sok mindenben részt veszek a társulat életében. Ezt annó 7 éve alapítottuk ezt a társulatot, mivel gondoltuk, hogy legyen egy olyan közösség, egy olyan családias légkör, ahol tudnak a fiatalok alkotni, és szeretetben tudnak együtt működni. Nálunk van egy hármas jelszó, amikor mi alapítottuk a társulatot szeptember 18-án 2010-ben, akkor ezt a hármas jelszót tettük le alapkőként, tisztelet, alázat, szeretet. És azóta ebben a szellemiségben működik a társulat. Ez már ennek 7 éve. Annó elkezdtük Soroksáron, aztán voltunk Pesterzsébeten, a Havanna lakótelepen, tehát igazából most Csepelen vagyunk, igen. Csepel a főhadiszállás, aztán néha kitekintünk Mogyoródra, meg egyéb településekre. Na, vegyük akkor a mogyoródi kapcsolatokat, még mielőtt rátérnénk a műre. Neked mi között Mogyoródhoz? Hát én kiházasodtam Mogyoródra. Kiházasodtam. Ugye én pesti gyerek vagyok, és az akkori most katolikus főiskolán találkoztam feleségemmel, akkor még ugye barátnő, most már feleségemmel, és összeházasodtunk, és kiköltöztünk, született egy gyermekünk, és Mogyoródon költöztünk össze. És én nagyon megszerettem Mogyoródot, nagyon-nagyon szép településnek gondolom, és nagyon gazdag kultúrával rendelkezik. Hát ezt azért mondjuk el, hogy Mogyoródon nem ez volt az első olyan darab, ami a nevedhez fűződik. Tavaly volt a Kis Herceg című előadás, amelyben te ilyen szerepet töltöttél be. Én azt rendeztem. Igazából ott nem csináltam semmi más, csak megrendeztem. 2015. decemberében hívták fel a figyelmemet, hogy van egy Kis Herceg című darab, amit Horváth István zeneszerző szerzett, és én őt ismertem az Apor Vilmos katolikus főiskoláról. Megnéztem ezt a darabot DVD-n, akkor ugye egy templomi környezetben láttam ezt a felvételt. Nem igazán volt játék, inkább csak a koncertszerűségére egy oratórikus jelleggel adták elő, és megláttam benne a fantáziát. Akkor beszéltem Pista bácsival, elkezdtünk egyeztetni, hogy hogyan tudnánk ezt összehozni, és szót követett, és tavaly a Szent László hét zárásaképpen ezt a darabot bemutattuk. És hát tulajdonképpen talán itt kaptál vérszemet, hogy kéne egy Szent Lászlóról szóló darabot. Nem pont itt, nem? Egy héttel utána. Ez úgy történt, hogy a Kisherceg után ültünk egy barátommal a teraszon, sörözgettünk és beszélgettük, hogy tök jó volt ez a Kisherceg, és most mi lesz? Elkezdtünk nézelődni, hogy milyen év lesz 2017, és akkor akadt meg a szemem azon, hogy... Tök véletlen Szent László. Tehát először láttuk azt, hogy 940 éve lesz, hogy Szent Lászlót ugye királlyá választották. Ugye akkor még nem koronázták meg, tehát a királlyá választása az, ami 940 éves évfordulót ünnepel. Meg uralkodása kezdete. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy hú, de jó lenne, apósom rengeteget mesélt a mogyoródi csatáról, illetve a barátaink Mogyoródon, Babic, Évikéjék nagyon sokat meséltek a 900 éves pincékről, a Mogyoród szó eredetéről, vagy Mogyoród elnevezés eredetéről, és ekkor elkezdtem utána kutatni, és nagyon megfogott a kor.
és ekkor dőlt el, hogy szeretnék egy darabot írni Szent Lászlóról. Ezt fölajánlottam Pista bácsinak, hogy ő írja meg a zenét. És ezután nagyjából egy hónappal összefutottunk a polgármester úrral, aki egy vegyesboltban mondta el Pista bácsinak, hogy jó volt a kis herceg, idén kéne valamit csinálni. És már Pista bácsi mondta, hogy hát már dolgozunk rajta. Na akkor még gyorsan, mielőtt egy részt bejátszanánk a darabból, azért mondjuk már el, hogy Pista bácsinak, azaz Horváth István mesternek is komoly közel van Magyaródhoz. Mert hát hiszen Magyaródi születésű, ott is él talán. Most per pillanat Fóton él, de minden nap. De valahol találkoztak a Magyaródi polgármesterrel félúton egy vegyes boltban. Igen. Jó, és hát azt gondolom, hogy talán azzal a dallal kezdjük, amit te adtál elő a darabban. Te a krónikás vagy a darabban, igen. Mint ahogy papíron is krónikás voltál, a darabban is krónikás igen. Voltál. Nézzük meg ezt most. Angyalok szárnyán szálljon az ének, vigye a szél a múlt dalát. Mesémet hallgass, tanulj belőle, foglalj most helyet, jó barát. Magas ég, dalnokot szólít, segítsd a jó krónikást. Legendát mondok, taníts a népem, hallgassa meg a nagy világ. Jó, hát ebből most már azért azt is látjuk, hogy miért voltatok dilemmában, hogy végül is mi legyen a műfaj ennek a dolognak, hogy elég sokan vannak a színpadon, és nem biztos, hogy mindenki egyszerre táncol, harcol, vagy bármit tesz, de színpadképek vannak, amelyek között te most itt nagyon ügyesen mozogtál. És hát az előtérben ugye egy mini szimfonikus zenekar, hogy annak egy kis eszenciája, meg egy kórus is. Igen. Ki a kórus? A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskar. Na hát nem magyaródiak. Nem magyaródiak. Pista bácsinak az egyik tanítványa a Sebestyén János, ő vezeti a Pilisvörösvári kórust, és ők nagyon szívesen vették ezt a felkérést, hogy a kórus szerepét töltsék be. Nagyon jó volt velük dolgozni. Nekem nagyon fontos, amikor dolgozok valakikkel, hogy a színpadon szív és lélek legyen. Ne csak az, hogy kiálljunk és elénekeljük, hanem legyen mögötte szív. És amikor először elmentem hozzájuk, akkor akkora szeretettel próbáltak, és akkora szeretettel fordultak a darab iránt, hogy én nagyon megszerettem őket, és nagyon profi munkát végeztek. Így van, és kik voltak a szimfonikusok? A Váci Szimfonikus Zenekar Farkas Pál vezetésével. Tavaly a Kisherceget velük csináltuk, és innentől kezdve evidens volt, hogy idén is szeretnénk őket. Egy nagyon profi zenekar. Nagyon jó velük dolgozni, gyorsan alkalmazkodnak, gyorsan átlátják a helyzetet. Úgyhogy nagyon jól alátámasztották a darabot, és nagyon nagy köszönet nekik, hogy ott voltak. Eláruljuk most mindjárt az elején, hogy vannak-e még magyaródiak vagy környékiek a darabban? Vannak bizony. Ugye nem minden zenészt a Váci Szimfonikus Zenekar adott. Az Orgonánál Jakab László ült, ő magyaród kántorra, és
és az előadás napján pont egy miséről érkezett meg hozzánk, egy miséről rohant a próbára, és ő orgonált végig, illetve Babisz Beáta, ő meg gitáron kísérte a darabot. Mindemellett Magyaród környéki szereplője is volt, a mi adás közvetünkbe tartozik Pászti Viki, ugye, akinek a szerepét is játszotta. Ő Adelaide hercegné szerepét játszotta, ő ugye Szilas ligeten lakik, Kerepes Szilas liget, ott is született, ha jól tudom, és nagyon örült, amikor felkértem az Adelaide szerepére. Az egyik legszebb dalt ő énekli a darab során, ugye ő lesz később Adelaide királyné László hitvese. Nagyon jó volt vele dolgozni, egy csupa szív kislány. Hát hallgassuk meg most tőle is valamit, talán azt a kettőst, amit Lászlóval adnak elő. Bár dobma a vizet, akasztok a kérdő. Hát akkor fogasz vizet. Szakadékot nyitok, ha kell. Szakadékot, ha kell. Aranyat változtasd, mint kül. Aranyon külni változtatnám. Hogy szíved jó, hát akkor Pászti Vikit már ismerjük a kettősből, de ki játszott a Lászlót? És Ondrik János volt László. Én vele nagyon-nagyon régen dolgoztam együtt. Egymás mellett lévő színi stúdiókban tanultunk, amíg ő a Szilvány színi stúdióban volt tag, én a Musical Varázsban, és onnan ismertük egymást. Ugyanabban az épületben volt mind a két ilyen színi stúdió. És azóta néha összesodor minket a sors, és amikor elkezdtük a darabot írni, hogy elkezdtem a darabot írni, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kik azok, akik megfelelőek lennének a szerepre. Nekem egyből az Ondrik Jani jutott eszembe, mint László, mind kiállásában, mind hangjában, mint abban az alázatos munkában, amit ő képviselt az egész próba folyamat alatt. Igen, akkor már egy picit kapjunk bele a darabba is. Ugyan nagyon érdekesen hülyen a címhez, ami ugye a címhez, Korona és Kard. Hát azt a legendát eleveníti fel a darab az első percekben, amikor is Endre és Béla, Vazó fiai találkoznak, egy sorsdöntő találkozásról van szó. Ugye Endre a király, aki már akkor tudja, hogy korábbi ígéretéhez nem híven, vagy az a ellentétben nem Bélára adja majd a koronát, hanem Salamonra, a későn született fiára. És akkor kell Bélának döntenie, hogy... Hát, hogy korona vagy kard. Ugye Endre felajánlja Bélának, hogy válasszon. Ha koronát választja, akkor ő lesz az uralkodó, és a Salamon hercegséget kap. Akkor még ugye 7 éves volt Salamon. Viszont, hogyha a kardot választja, akkor Salamon lesz a király, és Béla kap hercegséget. A turpiság ott van a dologban, hogy a gyilkosok vártak a trón mögött, ugye a legenda szerint, és hogyha Béla a koronát választja, akkor rögtön levágják a fejét. Hát voltak még a két testvérnek vitái a következőkben rendesen, de ez a korona és kard kérdés, ez végigvonul aztán a gyermekeik sorsán is. Mert hát ugye végül is Salamon lesz a király, és a hercegek dukátust kapnak, ugye a hercegséget, ami annak idején az akkori államszervezetben ez egy teljesen normális dolog volt, de kicsit nyakatekerten használták. Ez mindig a következő királynak, a trónörökösnek járt a dukátus szerintem, ugye? És hát ugye mit lehetett adni a hercegeknek kárpótlásként? Tehát azt a dukátust, ami végül is nem nekik járt volna. Magát a történetet én azt gondolom, hogy jobb, ha az emberek utána olvasnak, mert ma este ezt úgysem fogjuk végig elmondani. Igen. Viszont hát térjünk rá a másik főszereplőre. A kicsit tragikus sorsú,
Salamonra, mert hát hirtelen nem tudok mást mondani, nem biztos, hogy ő a sötét figura ebben az egész történetben. Szerintem pont, hogy az az érdekes, hogy nincsenek is sötét figurák. Tehát mindenkinek hát talán Vidispán. Talán Vidispán az, aki, de ő is igazából tehát minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezt szokták mondani. Ő is igazából élni akar és minél több vagyont fölhalmozni. Talán ő az, aki negatív a figura. Viszont Salamon egy ponton a darabban ki is mondja azt, hogy mi az ő tragédiája, hogy nem ő dönt. Ugye, amíg gyermek volt, addig az anyja, Ernyei Ispán folyamatosan javasoltak neki dolgokat, Vidispán is rengeteget befolyásolt az ő döntésein, plusz még ugye a német-római császár a feleségén keresztül próbálja a darab során befolyásolni, és a végre oda lyukad ki az egész, hogy a magyarok királya magyarok ellen vezet háborút, németekkel, olaszokkal karöltve, és nem az ő döntései miatt. Hát legalábbis nálatok a darabban ez így jött ki, aztán sokféle értelmezése van a dolgonak, de nekem ez is tetszett. Lássuk be akkor talán Tórás Danitól is valamit, hiszen ő volt Salamon. Igen. Igen, hát azt gondolom, hogy a szereplőválogatással nem volt probléma. Említsük meg még azokat, akik fontosak ebben a darabban, hiszen a főszereplőket már majdnem mind megemlítettük, de azért maradt még. Igen. Géza szerepében Kristóf Dániel barátomat láthattuk. Nekem az ő karaktere a legkülönlegesebb, mert László folyamatosan ugyanazt a dolgot képviseli, ugyanazt a hithű keresztény, ugyanazt a harcost, és ugye ő a hős a darabnak, viszont Géza tragédiája a legmélyebb, ami a legmélyebben érinti a nézőt. Ugye Géza lenne a trónörökös Béla után, és apja akaratát teljesíti azzal, hogy elfogadja a dukátust, de mégis az volt a cél, hogy ugye védje meg az országot, és van egy ilyen kettőség, hogy apja akaratát teljesíti, de mégsem. Ezt úgy értem, hogy ugye apja az ellen harcolt, hogy Salamon legyen a király, és hogy, hogy ő vezethesse az országot. Majd később Gézára hagyhassa a trónt. És azzal, hogy elfogadják Salamont királynak, bizony megvédik az országot, de mégis apjuk akarata ellen mennek a hercegek. És ez egy akkora törést okoz Géza lelkében, hogy a végén ugye szögesövet is vesz fel a darab során, a vezeklővet, mert nem bírja a lelke elviselni azt, hogy ezt a kettősséget, hogy tudja az ő sorsát, de mégis valamelyest apja akarata ellen megy, de mégis apja akarata mellett dönt. Tehát van egy ilyen dilemma az egész darab során neki. Hát neki ez egy nagy lelkitörést okozott, de ez nem csak a darabban, hanem ahogy a történetet olvastam, a krónikát és az azt követő magyarázatokat, valószínűleg ebben a lelki betegségben halt bele. Lehetett más betegség is, de azt nem mulasztja senki megemlíteni, hogy a királyság alatt ő kísérte őt az a hát egyrészt lelkiismeretfordulás, hogy mégiscsak egy felkent királytól veszi el a hatalmat, másrészt meg a saját az apjával szemben, saját magával szemben tett ígéretei. Miközben úgy tűnik, hogy a reál politikus ebben a dologban László, aki igen. Hát végül is
ha nem lett volna az, akkor nem lett volna ő sem király, és most végül is Puskás Dani nem írja meg ezt a darabot. Hát. Igen. Úgyhogy a kulcsfigura mégiscsak László, de hát ott álltunk meg, hogy Gézából is hallgassunk meg azért egy kis részletet, jó? Hisz nem akartam harcot, Salamon kitámadott. A trónt nem én akartam, de az ország választott. A vezeklő nem segít, ha lelkem tűzben ég, a test egyre gyengébb, s érzem közel már a Na, én azt gondolom, hogy még ugyan nem értünk a darab végére, de nekem most eszembe jutott, hogy, hogy micsoda huncut kis trükk, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy egy darabot, hogy a darab végén a közönség állva tapsoljon. Hát ugye úgy, hogy végül is a himnuszt énekli el a színpadon mindenki, meg kórus is, úgyhogy tulajdonképpen a himnusszal ér véget a darab. A himnusz megjelenik az első felvonás végén is. Igen, igen. Jelképesen egy kicsit. Jelképesen egy kicsit. Ott ugye az volt a gondolat, hogy ott elhangzik három ima. Géza imája, László imája, meg a magyar lány, aki egy nagyon misztikus figurája a darabnak. Hogy az elején azt hiszük, hogy csak egy mezei lány, akit elraboltak egy faluból, végül kiderül, hogy ő egy ilyen angyali jelenés a magyar őskultúrának valamelyest megtestesítője, de mellette keresztény szimbólumokat is behoz a darabba. Tehát ez a három ima elhangzik, és ez a három ima egybe cseng az utolsó soroknál, amikor mind a hárman ugyanazt kérik, Isten áld meg a magyart. Uh-huh. Ugye ennek az imának a kibontása lesz végül ugye a darab végén az, hogy végül elhangzik a teljes himnusz. Uh-huh. A magyar lány, a jelkép, a csodaszarvas, és ő ugye a Nagy Anita, jól mondom? Igen. A Nagy Anita volt a magyar lány, és csodaszarvas pedig Bor Klára. Ja, Bor Klára volt a csodaszarvas. Jó. Megnézem még egyszer. Jó. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy felmerül néhány olyan kérdés a darabbal kapcsolatban, hogy most méltó helyszínen, méltó időpontban volt ez az ős bemutató, de mégiscsak egy kis faluban, Magyaródon. És hát ugyan talán a mi televíziónkban is látják néhányan, és ott is látták több százan, de mi a sors ennek a darabnak? Mindenféleképpen lesz egy nagy színházi bemutató. A Csepel Színházban, ami törzshelyünkön szeretnénk bemutatni, szeptember 16-án. Ez azért különleges időpont, mert akkor lesz a társulat 7 éves. Ugye 18-án van a születésnapunk, de 16-a az élhetőbb időpontnak tűnt a darabnak. Mindenféleképpen nagy színházi körülmények között szeretnénk bemutatni, illetve már vannak tárgyalások a felől, hogy vigyük a Magyarország több településére is el. Uh-huh. És akkor hogy lesz? Vándorol az egész csapat, vagy mindig az adott helyszínen? Hát mondjuk Békés Csabán adnátok elő, akkor ismernének a Váciak, meg a Pilis-Vörösvárjuk. Igen, igen. Dolgozunk most azon, hogy legyen egy utazó csapata ennek a dolognak, tehát nem lesz 40 fő a kórus, hanem maximum 20. Nem lesz 30 fő a zenekar, csak 18, ahogy tudjuk, lesökkentjük, hogy még a hangzás ne síny, tehát ne legyen gond a hangzással, de mégis legyen utaztathatóbb a darab. Ugye a szereplőket nem tudjuk kihúzni, mert ők a főszereplői a darabnak, de mindenféleképpen ez a csapat fog utazni. Hát sok sikert kívánunk hozzá, és azt gondolom, hogy most mégse a himnusszal zárjuk, hanem a himnuszt megelőző záróképpel és annak zenéjével, jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy eljöhettem.